Sziasztok srácok, illetve lányok! Így a videó elején szeretném megköszönni az új csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornának a fejlődését, illetőlegesen jövőjét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Dávid Papnak, Robert Körösinek, Erik Nagynak, Versu Hunnak, illetve Trinexus Gaming Pubnak és Tominak, hogy támogatjátok a csatornát. Ez tényleg nagyon sokat jelent nekem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a támogatást, és élvezzétek ki az extra előnyöket. Ha ti is szeretnétek vásárolni csatorna tagságot, akár 200 forintért is tudtok vásárolni, csekkoljátok le, ott lesz a leírásban link, ahol tudtok csatorna tagságot vásárolni. Nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót. Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit egy újabb masszimenes videóban. Ez a videó egy kicsit különleges lesz, már csak azért is, mert ezt a videót bizony egy csatorna tag közreműködésével hoztam össze, vagyis hát igazából hozta ő össze nekünk. Nos, hogy miről is van szó, rengeteg kommentben kérdezgettétek, hogy a kis táskánkon lévő ilyen kis dudor, kis szenzor, az egész pontosan mit is csinál a játékban, mi funkciója van. Egész konkrétan ezt én se tudtam, vagyis hát tippem volt, mivel már válaszolgattatok többen is, illetve köztük Brandon is válaszolt többször. Egyébként ezt a kommentet elég gyakran visszamenőleg megkapom, illetőlegesen nagyon sokan nem tudhatjátok, hogy ez hogyan is működik, mi a célja, miért van, ki lehet-e kapcsolni, van-e hasznos funkciója, illetőlegesen, hogy csak egy díszeleme a táskán. Úgyhogy mindenféleképpen egy jó ötletnek tartottam egyrészt, hogy mind a csatornatagokkal így szorosabb kapcsolatot tudok ápolni, hogyha kikérem őket videóötletek terén, vagy akár tudnak segítkezni videóötletek terén, amit nagyon szépen köszönök egyébként Brandonnak, hiszen ebben a videójában igazából neki köszönhetitek, hogy részletesen meg tudjátok tapasztalni azt, hogy ez a táska miről is szól, illetve milyen funkciót tölt be. Úgyhogy srácok, lányok, ne is húzzuk tovább a szót, innen is nagyon szépen köszönöm Brandonnak, hogy segített ezt a videót megcsinálni, és tudott nekünk egy prezentációt tartani ezzel kapcsolatban. Igyekeztem egyébként a hangminőségedet és a hangminőséget feljavítani nektek, hiszen a videóban azt tapasztaltam, hogy Brandonnak a hangja, illetve beszédkészsége, illetve a háttérzajé nem feltétlenül jók, így törekedtem arra, hogy ha már ő igyekezett bemutatni nekünk egy elég érdekes funkciót a játékban, akkor én legalább annyit hozzá tudjak járulni a videó keretein belül, hogy a hangját feljavítom, illetve a felesleges mondatközi szüneteket kivágom, úgyhogy remélem elégedett leszel Brandon a videóval, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítséget és a videó ötletet. Úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, nézzétek, hogy Brandon milyen videót csinált nektek. Szia Vilux! Ugye mondtam neked, hogy készítek egy videót arra, hogyan működik a hátizsákon lévő kis jelzőke. Amit mindenképp kell tudni, hogy ezzel a jelzővel, ahogy most láthatod, most szépen jelez. Ugye ezzel lehet megtalálni a láthatatlan morph ládákat, ami ugye a mappon körülbelül 114 darab található, és legtöbbször, de igazából amiket én találtam eddig, azokból csak Stardustot, Stellart és Energy Linket lehetett találni. Amit kell tudni, ugye rengeteg van elszórva az egész mappon, ugye most jelenleg ugye jelöltem is egyet, körülbelül itt ezen a részen, Graveder-től nem messze, itt innen a gyári épület és a Pishillótól nem messze találsz egy Amorph Crate-et, hogyha be akarod mutatni a nézőknek ugye a dolgot. Az a lényeg, hogy minél közelebb érsz a morph ládához, annál jobban meg fog bolondulni az eszköz. Itt, ahogy láthatod, ugye egyre jobban kezd jobban és jobban örülten így jelezni, ahogy most is láthatod. Ilyenkor nyomsz egy Q betűt, és megjelenik az a morph láda. Ami ugye rá tud támadni, van olyan a morph láda, ami nem támad, meg ilyenek. És ugye ahogy megölted, kinyitod. Most jelen pillanatban ugye egy deviánst is lehetett ebből kiszedni. Nagyon vegyesek a ilyen téren a droppok belőle. Én amiket eddig találtam, többnyire Stardustot találtam, Stellart. Ez igazából, ez attól függ, hogy milyen területen vagy. Mert például, hogyha magasabb területen találsz Amorph ládát, jobbak a lootok belőle. Mert volt olyan, ahol például 150 Stardustot találtam, és mondjuk 40 Stellart. Meg ilyenek. Nagyon sok mindentől függ ez a dolog. Remélem, hogy tudtam ezzel segíteni neked, és ugye persze a közösségednek.
ha bármi olyan dolog van, segítségkel, csak nyugodtan szólj. És további szép munkát! Nagyon szépen köszönöm Brandonnak még egyszer ezt a jól összeszedett és elmagyarázott videót. Ténylegesen jól összeszedted a gondolataidat és elmondtad, amit ezt szerettél volna mondani és amit megbeszéltünk. Igyekeztem a hangminőségen javítani, illetőlegesen bele-bele vágogattam a videóba, ami remélem, hogy nem probléma, mert észrevettem, hogy nagyon sokszor nem tudtál szóhoz jutni, vagy nem feltétlen tudtad azonnal folytatni a monológot, amit szerettél volna, így próbáltam úgy összevágni a szöveget, hogy zökkenésmentesen tud elmondani a mondandódat. Remélem ezzel nem rontottam a videón, és remélem nem rontottam el, hogy el szeretted volna adni az előadás módot, hogy át szeretted volna adni az információt. Ha igen, akkor nyugodtan jelezzük, és akkor ezen igazából tudunk változtatni. Srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, és írjatok egy kommentet, hogy milyen videót szeretnétek látni legközelebb. Mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és kapcsoljátok be a mellette lévő csengő ikont, hogy kapjatok értesítést az újabb tartalmakról, illetőlegesen streamekről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!